A falu templomába 1987-ben hoztak egy szűzanyát ábrázoló szobrot a portugáliai Fatimából. Azóta rendszeresen megszervezik az egyre több helyi és környékbeli, de most már határon túli hívőt is vonzó, körmenettel befejeződő vallási rendezvényt. A Fatima ünnepségre ezúttal is rengeteg zarándok érkezett. Király Anna Mária Péter révéről érkezett. Először a mamámtól hallottam róla, és ő vissza, visszatérő ugye, a zarándok útra, és hát én idén még, tehát most vagyok először, még nem jártam itt, Doroszom már voltam, ott láttam nagyon szép élmény volt, és szerettem volna ide is ellátogatni, hogy megnézem, hogy itt hogy zajlik az egész. Az Entai Tóth Valéria már egy évtizede minden évben eljön a Martonosi Fatima ünnepségre. Hetekre föltöltődik az ember, aki ráhangolódik a szűzanya üzenetére, egyáltalán az ünnep lényegére Fatimára gondol, arra a történésekre, amik ott zajlottak. Tehát teljes föltöltődést kap, -e, aki így jön ide zarándokként, hívőként, hetekre. A Martonosi plébános már a jövő évi ünnepséget tervezi. 2017-ben lesz ugyanis Szűz Mária Fatima jelenéseinek századik évfordulója. Savelin Zoltán úgy érzi, martonoson sikerült méltó emléket állítani ennek az eseménynek, ami tulajdonképpen egy valódi fatima ünnepség kicsiben. Csodálatos az a Szent misink, az a sok népnek az összejövetel. Ugyanakkor a körmenetünk, csak úgy, mint Fatimában, amikor megindul a gyertyás körmenet, és a, a sokaság égő gyertyáival, fehér zsebkendővel, egy, 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 egy leírhatatlan élményszerű módon ünnepelték és ünnepelik meg minden évben ezt a Fatima jelenést. A több száz fős körmenet az ünnepi szentmisét követően indult útjára, amelyet paptársai segédletével Bosák Nándor, nyugalmazott Debrecen nyíregyházi püspök celebrálta.